méltóságos bárné. Jó napot, házfelügyelő úr! Csak jöttem érdeklődni a méltóságos Olga kisasszony, hogy lépett felől. Ó, Olga már egészen jól van. Igazán kedves ember maga, Bozsik. Ma már hatodszor érdeklődik. Pedig Olga már olvas, kézi munkázik, és az előbb már nevetett is. Hála jó Istennek! Igyon egy poárkával, kedves Bozsik! Oké, Szihan! Bizonya, megboldogult méltóságos úr, ilyen nem fordulhatott volna elő. A férjem sokkal konzervatívabb volt, sem hogy megengedte volna Olgának az autózást. A jóisten személyesen örködött felette. Sosem felejtem el, mikor hozták szegény Olgámat, bepolyált fejjel öntudatlanul. Hogy menjen érdeklődnek naponta, a tanácsos, a kapitány, pedig hogy egy fizetés táján valaki részvétel legyen a házügyek iránt, az ritka. Azt szeretném, kedves Bozsik, ha holnap az eljegyzésem maga is segítene. Tudja, mint inas kesztyűvel. Értem, kérem, nagyon szívesen. Sok vendég lesz? Sőt, jóformán senki. Csak a kapitány, a szívdoktornő és természetesen a vőlegény. Na, hát az tényleg nem sok. Akkor holnap délután? Viszontlátásra, Bozsik, és ne felejts el, holnap délután kesztyűvel. Holnap délután. Csak a méltóságos bárné. Nagyszerűen aludtam, és jó étvágyal ebédeltem. No, akkor nincs is semmi baj. Közérzete javult? Hát, néha még szomorú vagyok. Olvasgasson vidám dolgokat. Csak is vidám dolgokat olvasok. Ez? Milyen könyv a kezében? Dosztojevszkitől a Bűn és bűnhődés. De hát az nem vidám könyv. Tudom, azért nem is olvasom, csak a kezemben van, hogyha a vőlegényem jön, akkor lássa. Mert ő mondta, hogy neki az nagyon imponál, hogyha egy nő klasszikusokat olvas. Ezért most minden két napban egy könyvet veszek magamhoz. Hol a Dosztojevszki, hol a Shakespeare, hol egy rejtőt tartok a kezemben. De hát a rejtő az nem klasszikus. Az ki van zárva, hogy a rejtő ne legyen klasszikus. A méltóságos asszony azt mondta, hogy mielőtt elmegy, beszélni szeretne a szép doktornővel. Jó. Kiülök ide a napra egy kis friss levegőt szívni. Ha a méltóságos asszony kész, üzenjen értem. Te Irma, mi tetszik? Mikor dobtad be azt a levelet? Pontosan 6 nap előtt. Akkor már biztosan megkapta. Ide figyelj, Irma. Én most már látom, hogy te egy nagyon megbízható és hűséges lány vagy. És nekem ezt az óriási titkot valakinek el kell mondanom. Tudod te, hogy ki az a gróf Lüttig Schönau, akinek a hét elején azt a levelet bedobtad? Nos? Az az én apám. De hiszen a méltóságos úr. A méltóságos úr szegény megboldogult papa. Nem volt az én igazi apám, hanem csak adoptált. De te azt biztosan tudod, hogy az én mamám micsoda híres művésznő volt. Azt mindenki tudja. Ő volt a híres Szerényi Antónia, a nemzetiből. És amikor férjhez ment, akkor én már a világon voltam. És én tudtam, mert titokban mindig olvastam a mamámról a régi újságban, hogy ő belé csupa gróf és főherceg volt szerelmes, és én már kiskorom óta arról álmodtam, hogy egyszer eljön ide Budára egy finom őszőgróf, akitől kiderül, hogy a papám. Hát ez csodák történet. Ilyesmi a rózsadombon kívül, csak a dobámban lehetséges. Aztán kutattam a sublódban, a mama régi képei között, és ezt találtam. Az admirális. Csak ugyan egy magasrangú matróz. Aztán kutattam a Nemzeti Múzeumban, hogy volt a mama hódolói között egy admirális, és képzeld, olvastam, hosszú ideg akarta feleségül venni, gróf Lüttig Schönau admirális, és nézd csak, mi áll ezen a képen. Ha lehányom. Ha leányom nagy lesz, mutasd meg neki, Antónia, hogy ilyen volt az apja. Csodadaliás. És most, mikor olyan nagyon beteg voltam, úgy vágyottam utána, hogy megírtam neki. Egy volt művésznő leánya, aki nagyon beteg volt, szeretné, ha eljön az eljegyzésére. És ha éppen tengerem van? Nincs tengerem, mert a világháború után az Antant elvette a sorhajói. És most az árul a tengerészeti almanakban, hogy kolozsvári kúriáján él, és szabadidejét tengerészeti szakmunkák írásával tölti. A doktornő elment? Két lapadon szólok neki. Hogy érzed magad, lányom? Csak nincs valami baj.
Mondd, mama, ugye én még mindig beteg vagyok. Remélem, hogy már nem. Voltál rosszul érzed magad? Az attól függ. Mama, ugye én most beteg vagyok, és nekem most minden szabad. És én szeretnék veled beszélni azokról az időkről, amikor te még színésznő voltál. Tudod, jó fiam, hogy amikor megboldogult apád elvett, én eltemettem a színészetet. Tudom, nem is akarom, hogy fellépjél, hanem csak beszélni. Nézd ide! Honnan szerezted ezt a képet? A te régi képeid között. És én már nagyon régóta tudom, hogy az én apám... Na de Olgát, hogy szabad neked? Nekem minden szabad, mert ha nem, akkor visszaesek a betegségbe. A szép doktornő mondta, hogy mindig vigyázni kell a jó kedvemre. És mama, kérem, én úgy örülök, hogy nekem ilyen papám van. De hiszen azt sem tudod, hogy ki ez az ember. De tudom, Gróf Rüttig, Schönau admirális. Honnan ismered ezt a nevet? A régi újságokból és a tengerészeti almanakból. És én most megmondom neked, hogy én írtam neki. Írtál Rüttig, Schönau admirálisnak? Írtam neki, és meghívtam az eljegyzésemre, és biztosan tudom, hogy el fog jönni. Miket csináltál, haszontalan? Mama, én csak annyit mondok, hogy most azonnal visszaesek a betegségbe, ha nem vallod be, hogy a gróf az én apám. Mama, én úgy örülök, hogy te egy ilyen világszép asszony voltál, és büszke vagyok rá. Hát mondd, ugye, a gróf az én apám. Hát, igen. Ő volt a te apád. Látod, mama, már nevetek, és már boldog vagyok, és holnapra egészen egészséges leszek. Hát kérem, a beteg már nyugodtan megtarthatja az eljegyzést. Gyönyörűen meggyógyult. Gondolja, doktornő, hogy nincs mitől tartanunk? Hát kérem, az ilyen súlyosabb, koponyas sérülések esetében nem ritka dolog, hogy visszamarad egy kis melankólia. Nagyon vigyázni kell, hogy zavartalan legyen a gyógyulása. A legelőnyösebben hatna most rá valami nagy öröm. Ezért is tartom helyesnek az eljegyzést. Kezüket csókolom. Jó napot, doktornő. Pál Feri! Hogy van Olga? Még nem is láttam őt betegsége óta ilyen jó hangulatban, mint ma. Visszatért az élet az arcába, jó az étvágya, és ajánlottam, hogy foglalkozzam vidám dolgokkal. Csodálatos, hogy egy ilyen fiatal lány állandóan klasszikusokat olvasson. Nem gondolja, hogy ez esetleg árthat? Speciál Olgánál nem aggódom. Nem, mégis ezek nehéz könyvek. Hát nehéz könyveket nem adnék a kezébe, például lexikonokat vagy albumokat biztosan nem. De egy ilyen fél kilós Dosztojevszkij nem árthat neki. Menjen be hozzá, Feri már biztosan várja magát. Igaz is, jobb lesz, ha magánál a betegnél érdeklődöm. Én pedig sietek. Van egy páciensem, akit meglátogatok minden nap, már egy hónapja, és bizony nem jutok vele előbb rá. Viszontlátásra, doktornő! Viszontlátásra, báróné! Kisasszony? Hát, nagyon jól van a kisasszony, de snapsz nincs. Maga talán azt hiszi, hogy én érdekből jövök ide? Hát persze, hogy érdekből jön, a snapszért jön. Na, az igaz, hogy a snapszért jövök, de én bizony nem érdekből. Én őszintén szeretem az Zolt a snapszot. Irma, Irma! Hé, mondja, nem fölgyenyeli az üveget? Ja, úgy megértem, hogy kiömlött. Nem tévedek, úgy láttam, hogy beömlött. Kicsoda maga? Kérem, engem itt alkalmaznak. Kefekötőnek alkalmazzák? Én kérem. Házmester vagyok. Házmesternek nem jó, a szódával szeretem, nem pedig pálinkával. Biztos titokban megdésmálja a snapszot, mi? Ezt? Kérem, én csak illetve... Mutassa az áldozatot? Majdnem az egészet kiitta. Azért maradt benne elég. És hogy látom,
Hát az úszon kezdő a szakmában. És most mit csinál meg a szerencsétlen, ha észreveszik? Vizet töltök hozzá. Micsoda alkalmazott. Szép lakás. Kár, hogy nincs a központban. Kérem, töltöttem hozzá vizet? Fúj, nem utassam, ideges leszek. Ide is töltsön egy kis vizet. A szivarok helyett. Tulajdonképpen kicsoda maga? Anyat fog esni. A maga olyan híres? Nem, maga olyan részeg. Különben is jelentse kíméletesen a méltóságos asszonynak, hogy Kamarás Kristóf színművész kíván vele beszélni. Színművész? Igen, a Nemzeti Színház művésze. Hát, én már ott voltam, de konkrétan magát nem láttam. Pedig így van, a Nemzeti Színház a Jászberényi Nemzeti Színház általános művésze vagyok. Mi az, hogy általános művész? Az általános olyan, aki mindent játszik. Volt olyan nap, hogy délután eljátszottam a Hamletet, este pedig a Tartufot, vagy Falurosszában a Faustot. Méltóságos asszonyom, gyűjteni jöttem az éhezővidéki színészek számára. Kristóf, az Istenért, hát hogy jutott eszedbe? Tóncsi, ne izgass magad, még nem is kerestelek, tudod jól. Olvastam a szerencsétlenséget, ami történt. Olga már nagyon jól van. Sajnos akkor nem jöhettem. A társulat most átutazik Budapesten. Holnap Bicskén játszom a Vasgyárost. Emlékszel még? Szeretlek, Ler, de megtörlek! Istenért, most ne szavalj! Tóncsi! Várd a végszót! Nézd, mikor te feljöttél a Nemzetibe, és én ott maradtam Jászberényben, egy szóval sem mondtam, hogy ne gyere, nem is kerestelek. Hagytam, hogy elvidd magaddal a pár hónapos gyermekemet, mert tudtam, dada szerepekben nem vagyok jó. Hallottam, ott hagytad a Nemzetit, még nem is gratuláltam. A Nemzetinek már igen. Hozzámentél a báróhoz. De most, fiam, megöregettünk. Ne beszélj több eszámban. Miért? Hát én is megöregettem. Olvastam a szerencsétlenséget. Annyit igazán megtehetsz, hogy megmutasd. Nem bánom messziről. Biztos gyönyörű leány. Az én lányom. Tudod jó, hogy megboldogult férjem adoptálta Olgát. A vőlegény egy miniszteri titkár. Ha itt most kiderül valami, akkor... Tóncsi, nem akarok én itt zavart kelteni. Nem is kell tudni neki, hogy az apja vagyok. És éppen előbb mondta a doktornő, hogy a legkisebb izgalom is árthat. És te, ami még rosszabb, a lány megtalálta a képet, ahol te tengernagy voltál. Emlékszel, az ördög hajóban? Az öreg újházi sírva jött fel az öltözőmbe. Ott áll a vihar tépte hajón. De, és most azt hiszi, hogy az apja gróf Rüttig Schönau admirális. És írt neki. Az apjának? A grófnak. És most azt állja, hogy holnap az eljegyzéssel itt legyen. És nem elég, hogy bele fog betegedni, ha nem jön a gróf, még derüljön ki, hogy az apja egy volt vidéki kollégám, akit ő nem is ismer. Hát nagyon rosszul játszottál, nem tudja senki. Csak ez az ország. És bele fog betegedni, ha nem jön a gróf. Pedig szegény Rüttig Schönau már nem is él. Miattam halt meg. Látod valamiben játszani? És most még te jössz! Ide hallgass, Tóncsi, nekem van egy remek ideám. Én holnap eljövök ide, mint mint az a gróf. És nem csak, hogy beszélek vele, mint az apja, hanem meg is gyógyítom. Megörültél, Kristóf, hát ki fog derülni? Róla? Egy tengernagy szerepében? Hát nem emlékszel? Ott áll a vihar tépte hajó! Ott abban! Ide hallgass, Tóncsi. Most már megmondhatjuk őszintén. Te tetted tönkre a karrieremet. Csúfanya szubrett! Ezt nekem mondod, aki 10 éven átjátszottam a Nemzetiben? Én szedtelek ki a kórusból a kiskumhajsán. Én adtam az első szerepedet. Bent ültem a sátorban, mint Julius Cézár. Mikor elámosodtam, te bejöttél jelenteni? A kocka meg van vetve. Ez volt az első szerepem, és együtt játszottuk Rómeót. Emlékszel? Sebhelyt gúnya, akinek nem volt sebe. Tagadd meg atyádat, és nem leendék többé Capulet. Emlékszel az erkély jelenetre? Te ott álltál a hordón, én szerelmesen térdeltem a sámlin, és te úgy beszéltél, mint aki nem éhes. Mint aki nem éhes? Igen, mert aki éhes, az lenyeli a gombócot a szájából. De ha a vőlegénye rájön valamire? Nálam, aki kosztüm nélkül játszottam Ádámot, és olyan voltam, mint... És én, mint Éva... Megérdemelted a paradicsomot a fejedhez. Olyan Éva voltam, hogy egy szerkesztő azt mondta, büszke lenne az emberiség, ha tőlem származna. Azt a Darwin mondta neked. Ha én még egyszer ott állhatnék egy nadrág szerepben a színpadon. Nem élnél 5 percig? Hát én most megyek. Kristóf, én nagyon félek. Ne félj, egy szerep, amit Kamarás Kristóf vállalt, biztos kezekben van. Hogy is mondtam Ardenelokban? Még egyszer megcsókolom az ajtófélfát.
Kristóf! Nem akarsz inni valamit? Jaj, dehogy akarok! Valamikor nagyon szeretted az ilyen italokat. Esküszöm neked, Toncsi, ami abban van, én olyan 20 éve nem ittam. Bal oldalán állj meg. Szendvicseket nem körül hordani, és a tálalásnál a kapitánynál kezd, mert akkor nem marad semmi a vendégeknek. Félek, hogy a kapitány úr úgyis mindent meg fog enni. Uzsa, előtt adjál neki egy zsíros kenyeret. Most pedig eredj és tedd le a tányérokat a kredencre. Megjelentem! Bozsik! Micsoda kesztyű van magán? Tetszett mondani méltósága, hogy ma kesztyűbe fogok működni. Na de hát honnan szerezte ezeket a rettenetes kesztyűket? Rettenetes? De az unoköcsém sinigazgatókérem, és azt mondta, hogy neki ilyenkor tavaszkor nem kellenek a kesztyűk. Aztán gondoltam, erre az alkalomra ezt pont meg fogja tenni. Na de hát én fehér kesztyűkre gondoltam. Méltóságos bárani gondolt fehér kesztyűre, nekem is eszembe jutott, de pénz nem volt rá. Hát ezeket a rettenetes kesztyűket minden esetre tegyél valahova. Én elhozzám. De a sürgöny az nem érdekli esetleg a méltóságos asszony? Miféle sürgöny? Ez ittem. Reggel, amikor mentem a csaposhoz, akkor azt mondta, hogy biztos valami fontos dolog. Na jó, adja ide. Baroni, nincs semmi gond. Én nem vesztettem el, kérem. Ez itt van, csak reggel... Na jó, adja ide! Pardon. Méltóságos Lontai Olga úrhölgynek. Becses levelére válaszolva, délután érkezem. Nevemet levélben, az admirális. Hát eljön. Tudtam, hogy eljön. Mama, én olyan boldog vagyok. Fiam, mondok én neked valami olyat, amit színésznő eddig még nem mondott. Szeretnék egy nappal öregebb lenni. Jó napot kívánok! Jó napot, kapitány! Gratulálok a büszke mennyasszonynak! Fogadja ezt a csokrot szeretettel, ennél szebben sajnos nem kaphattam kedves Bozsikra a tanul. Így volt, kérem. Azt mondták, hogy 20 fillérrel bizony ez is sok. Nagyon szépen köszönöm, kapitány. Tessék befáradni az uzsonyhoz, kapitány. Tessék, kapitány. Mama, mondhatom én majd neki azt, hogy papá? Tőlem ne kérdezz semmit, fiam. Én azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. Akkor mondjam azt a papának, hogy gróf úr? Csak nem akarsz valakit a vendégek előtt papának szólítani? Mindegy. Belülről papának fogom szólítani, és nekem ez elég lesz. Keziket csókolom. Kimondhatatlanul boldog vagyok. Drága, boldog vagy? Nagyon. Úgy örülök. Meglátogat minket a papám. A papám egy régi kedves barátja, gróf Rüttig Schönau. Ide fog jönni. És ennek örülsz? Igen, mert ő egy hős. Az árul az Arnokban, hogy ő a Skagerra kigyőző. Milyen gyerek vagy? Miért nem mentek be az uzsonnához? Igaz. A kapitány a mi kedvünkért van itt, és mi magára hagyjuk. Jöjjön fel. Mama, ha jön, azonnal hívjál. Jó napot kívánok! Jó napot, szép doktornő, már csak önre vártunk. Menjen be az uzsonnához, már a kapitány is bent van. Jesszusom! Akkor már biztosan esznek. Irma, tálalásnál légy ügyes, és mihet valakinek, azonnal menj tovább, nehogy még egyszer tudjon venni. Akkor
kuglófot is körülhordjam? Istenem! És egy ilyen teremtés képes havi 60 pengőt kérni. A kuglófot leállítom. Legalább 20 szeletre vágtál a kuglófot. Nem lesz az nagyon vékony. Az nem baj. A lényeg, hogy abból a kuglófból mindenki annyit tegyen, amennyi csak akar. Most pedig elegy. Elméletosság előtt is Sönaugró, tengeri adminális, a csillagos szalagrend nagykeresztese kíván a terembe lépni. Bozsik, megbolondult maga. Én? Hát kérem, az az úr nekem ott kint 50 fillért adott, hogy én azt mondjam. Azt mondta, hogy neki ilyen nagy hangtvétel. És miért nem jön az az úr? Nem, mert azt mondta, hogy várja a végszót. Katona, kísérdés. Rémes, mi lesz itt? Mondja a gróf úrnak, hogy várom. Megmondom. Benne. Mikor fogsz végre rendesen megtanulni adni egy végszót? Hogy lehet azt mondani, mondja a gróf úrnak, várom? Hát mégis mit kellett volna mondanom? Istenem, és ezt vitték a nemzetibe. Így kiállsz, kiköpöd a gombócot és mondom. A gróf úr előállhat, de te úgy beszélsz, mint a Béhajósi szintársulat tagja lettél volna. Egy fél órát álltam kint, röhögtek az utca gyerekek. Micsoda feltűnés? Ezt nevezett feltűnésnek? Láttad volna a Kossuth Lajos utcában. A lovasrendőrök 200 embert oszlattak fel mögöttem. Azt hitték, a Willy Frogért Budapestre. Nem mondom, a sarok után még egy 70-en karlapoztak mögöttem. Ott is oszlásra szólított fel a rendőr. Mondtam az egyiknek, how do you do, Mr. Brown? Erre azt hitt, a külföldi vagyok. Honnan tudod? Hát onnan, hogy az egyik mondta a másik, hogy egy őrült spanyol. Remélem, az ott is Spanyolország külföld része. Krisztóf, nekem rossz előérzetem van. Nézd meg, most már legyen elég. Ahelyett, hogy boldog lenni, hogy így megjelenek. Nézd meg! Ez egy akt. Egy akt? Igen, egy akt. Ha nem tudnád, így hívják a jó megjelenésű festményeket. De a te műveltséged éveken át csak egy idegen szót tanultál azt, hogy gázsi. Krisztóf, ha itt van botrány lesz, én azt nem érem túl. Nézd meg most már, a kardomra mondom, hogy küld azt a lányt. Ide hívjam Olgát. Igen, mert úgy megruglak. De utána ugye mindjárt elmész. Miután megrugtalak? Miután kihívtam Olgát. Gondold meg, még elutazna nélküled a társulat. Az ki van zárva, így ahogy látsz, rajtam van a komplett invertár. 14 fő színjátszó társam teljes színpadi felszerelésében vagyok, Lohengrintől a tatárjárásig. És ha nem tudom eladni a köppenyt, nincs meg az úti költség. De Krisztóf, én félek, hogy valami bajt csinálsz. Legalább várd meg, amíg esznek. Persze, hogy nekem ne maradjon. Na küld a lányt! Haló, haló, hol az a részeges panamista? Parancs! Vigye ezt a köppenyt! Izé, ne az előszobába vigye! Hova vigyem? Az aciba. Most mit néz? Elhagytam a pénztárcámat! Különben is bárkinek elmondja, hajnalban főbelületem. Igen is kérem. Ne leheljen rám! Különben is leheljen csak! Besztercei gyártmány 904-es, 70 fokos. Stimmt! Úgy látszik, urassága egy igazi alkoholista. Mondja csak, hol itt a közelben egy zaci? A Trombica utcában. A kabátot nem csak sem be. Nem, a becsüskebe csak mérkőben nem ad semmit a kabátra. És visszafele hozhat egy decit abban a cseresznyéből. És ha nem kapok pénzt erre a vacakra? Akkor kivételesen hozhatja a hitelbe. Drága Olga, a gróf úr volt olyan kedves, és eljött hozzánk. Gróf úr, én úgy örülök, hogy meghallgatta kérdésemet. Én tartom halatlan szerencsémnek. A gróf úr csak átutazóban van. Nézd, megint takar. Igen, sajnos csak átutazóban. Holnap várnak egy fontos tengeri ütközetben. De hiszen nincs is háború. Háború nincs? Azonban ütközet van? A gróf úr hagy gyakorlatra megy. Most manőverre. Most se hagy érvényesülni. Igen, várnak egy fontos tengeri manőveren. Hát ez kár. Igazán nagy kár.
Pedig én azt hittem, hogy a gróf úr nálunk marad egy pár napra, mint vendég. Szívesen vendég szerepelnék, de hát egy katonának első dolga a manőver. Nem késhetek el az ütközetről. Bároni, a vendégek bizonyára türelmetlenek. Á, biztos, hogy nem. Bizonyára türelmetlenek. Jobb lenne, ha bemenne. Tuncsi el. Hát jó, bemegyek. Ne maradj soká, Olga. Jöjjön közelebb, kedves Olga. Mondja az gróf úr, hogy lányom. Kedves lányom, én igazán... Nézze, gróf úr, nekem a mama elmondta. Én tudom, hogy maga a papád. Ez a lózunk a jutalomjátékból. Én igazán örülök, hogy te ilyen szép vagy. Az alma nem esik messze a papájától. Én mindig ilyennek képzeltelek. Ugye te egy nagy hős vagy. Istenem, már úgy is tudod. És azt is tudom, hogy te vagy a skagára kigyőző. Tessék? Olvastam az almanakban, hogy te vagy a skagára kigyőző. Á, skar, nagy csata volt. És hol olvastad? Az almanakban. És azt is, hogy tengerészeti szakmunkákat írsz. Ó, hát mi más csinálnék úgy szabad időmben? És mondd, teljesen felépültél már? Igen. Ezen nap meggyógyítom. Én úgy örülök, hogy a papám egy gróf. Lányom, én most kérdezek tőled valamit. Hogyha a te apád nem egy ilyen gróf, egy ilyen báró lenne, ugye, amilyen én vagyok, hanem édesanyád egy színész volt, és szeretett volna egy vidéki színészt. És a te apád egy vidéki színész lenne. Az ki van zárva. Az én mamámnak csupa gróf és főherceg udvarol. Csekészség. Azért mégis, a te apád egy vidéki színész lenne. Az ki van zárva? Hát, anyukárnál semmi sem volt kizárva. Szerette a kollégáit. Én mindig is tudtam. Erről álmodtam. Erről ábrándoztam, hogy egyszer eljön ide Budára. Egy gróf, egy hős. Hát most teljesült. De azért nem szabad lenézni a vidéki színészeket sem. Azok is emberek, sokszor éheznek, fáznak. Az admirálisok ütközetben vesznek részt. De rendesen kapják a gázsit. De te miért foglalkozol vidéki színészekkel? Ó, hát én egyszer voltam Jászberényben, sorhajó gyakorlaton. És ott láttam egy színészt. Úgy hívták Kamarás Kristóf. Micsoda színész. Ő játszotta Árdenenokot. A színházban nem maradt könyv szárazon. A segédjegyző állva tapsolt az első sorban. Mikor ő azt mondta, még egyszer megcsókolom az ajtófélfát. Tudod te ki az az Árdenenok? Egy angol tengerész, akit holtnak hittek, sok év múltán visszatért hazájába, felesége újra férjhez ment, ő visszament egy napra a régi házba, aztán meg a az almanakba, ahonnan jött. Hallanád ezt szavalva? Tisztességes matróz volt ez az Árdenenok, kissé, iszákos, de tisztességes, nem akarta zavarni a családja boldogságát. És aztán hitvese nélkül élete végéig? Ez volt egyetlen jutalma jóságának. De hol maradt, kedves? Á, gróf úr, igazán nagyon örvendek. Hámori Ferenc miniszteri titkár. Gróf! Tudja elmet, nem? Hogy ne rögtön sőn? Így hogy mondja. Feri az én bőlegényem. Szép darab. Kamarás Kristóf, te szép. Nem, de gróf úr, rangban egy kontraadmirális. Ó, még annál is több. Kasza kontraadmirális. Na és mi a különbség a rangjelzésben? Három csillag és egy Royal Flush. Ezt nem értem. Pedig így van. Szóval ti összeházasodtok? Igen, és nagyon boldogok vagyunk. Csak arra vigyázzatok, hogy ne veszek egyetek sokat. Van, hogy a férj kissé iszákos, szórakozottan leken egyet. Ó, én nem tudnék egy nőt megütni. Hát nem fogtok együtt lakni a mamával? Azt hiszem, már nem szokás azt, hogy megverni. Istenem, ki nevelné meg a mező liliomait, ha nem a férjük? Csak annyit tudok tanácsolni, hogy ne lakjatok együtt a mamával. Pedig a mama azt mondta, hogy tanulja akar lenni a boldogságunknak. Mondd meg a mamának, hogy a boldogság nem egy bűnper, amihez tanú kell. Nos, nekem is látom kell a nagy embert. Rolf úr, Prohákovics Manfred Edina, nyugalmazott propeller kapitány. Ez mind? Mutasson be, öcsém! Gróf Rütik Schönau ellentengelne a skagára kigyőző. El se kutya, mi? Én csak a újra de a méltóságodra biztosan bíztak már flottát is. Ó, már lábharmóniumot is. Tudja, mi minden eszkérdezi nálunk vidékén egy admirálisnak? Szellemes ember maga, méltóságos uram. Tessék el hinni, én is szívesebben közlekedtem volna messzi tengeri utakra. Hátsó Indiából, Óbudára és vissza. Tudták, az állokházban vagy. Nem ér egy vasat sem. Bozsik, maga már megint részeg? Úgy egy átkozott ne bírja el azt a besztercei cseresznyét. Kedves Bozsik, töltse egy kis pálinkát. Csak a gróf úrnak töltsön. Na megállj, kefekötő.
Bizony kis ügyben. Igazán kitűnő! Pedig házilag készült. Nekem mondja? Hát ez a Bozsik ennyire szeret inni? Bozsik egész nap inna. Vizes pohárba is, ha kell. Ó, adjanak egy vizes pohár! Hát, kedves Bozsik, a fiatal pár boldogságára, az én egészségemre. Ex vagy lövök? Igen, jó napja, igyom még egy pohárra! De kérem, én már szép vagyok. Hogy elromlott a cúgja? Mit ígértek az állókházba? Magának verés! Hát hadd mutassam be a mi kedves doktornőnket. Szép vagyok. Mit szólj a hím? Kedves öcsém, mutasson csak be! Gróf Rütik Schönau ellentegelned a skaggára kigyőző. Úgy tudja, mint a vízfolyás. Én olvastam méltóságáról. Sok szép haditény fűződik a nevéhez. És hallottam a skaggeraki eseményekről is. Hát mondja el! Méltóságot biztos sokkal jobban tudja, hogy mi történt skaggeraknál. Ó, nagy csata volt. Ez mind onnan van ez a kitüntetés. Méltóságodat ott nagyon kitüntették. Bizony, ez itt például a hindu műrovárend csillaga. Mi a véleménye a háborúról a gróf úrnak? Én mindig is mondtam, a háborúhoz három dolog kell. Szabadság, testvériség. És hányan itt közepben vett részt a gróf úr? Sajnos nincs rajtam a manzsettám. Hogy jön ide a manzsetta? Hogy jön ide a manzsetta? De ez akarsz érteni? Minden ütközet után húztam és rigulált a manzsettámra. Látom, a díszes társaság miattam szakította félbe a kaját. Ahogy nálunk a tengeren mondják. Már uzsonnáztunk. Nem baj, uzsonnázunk még egyszer. Mondd, meddig akarsz még maradni? Koncsi, nem a szarályban, nem tudom, mit csinálok veled. Én csak a fiatalok boldogságát féltem. Akkor ne menj hozzájuk lakni. Láttad volna az előbb, hogy örültek nekem? Kívülről tudják a nevet? Megyek, a kaja előállott. Ribacs. Itt jelentsek be, kérem. Rüti Schönau grófnőt. Az 50 fillér. Mi beszélünk? Kedves, férje vezette be én. Nagyon trép, rangban, akkor az 50 fillér. Az én férjem? Úgy látszik maga részeg. Hát az lehet, mert az előbb bizony vizet ittattak velem. De mondja, a férje még él, mert az előbb láttam is. Ura, nem tudom, mit beszél, az én férjem már igen meghalt. Most meghalt? Nem tudom ki, mit mondta, az előbb még vidám volt. Ő bár Olontai női méltósága? Igen, ki ez van szerencsém? Mama, gyere csak! Rüti Schönau grófnő vagyok. A grófnő. A gróf úr hogy fog örülni? Meg fogom lepni. Méltóságos asszonyom, szörnyű helyzetben vagyok. Én szegény néhai férjemet címezve egy nagyon megható levelet kaptam. Istenem, tudtam, hogy katasztrófa lesz. Kérem, én Szerényi Antónia vagyok. Férje fiatalkori szerelme, a híres művésznő. Később, mint báron Lontainé férjeztem. Lányom, mint kiderült, azt hitt, hogy Rüti gyermeke. Pedig az ő igazi apja egy volt vidéki kollégám, akit ő nem is ismert. Önben sokan voltak szerelmesek. És ritkán reménytelenül. Lányommal nemrégen egy katasztrófa történt. Autó szerencsétlenség. Vigyázni kellett, hogy ne érje csalódás. És kérem, most itt van az igazi apja, és eljátsz neki Rüti Schönau admirálist. Úgy van itt, mint a férjem? Kérem, én tiltakoztam. De végtérés a lány szinte újjáélett az örömtől. Grófnő, ha most leleplezi a valót, akkor talán megöli. Isten őriz ezt a kedves lánykát. De mondja meg, hogy mégis mit tegyek. Azonnal ide fogja hívni az apját. Kérem, hagyja rá, hogy a felesége különben katasztrófa történik. A vőlegényének sem szabad megtudnia. Istenem, ártatlan délutáni tréfának látszott. Grófnő, nem hagyhat cserbe egy anyát. Na de egy ember, akit sohasem láttam, hogy mondjam, hogy a férjem? Kellemes meglepetés, gróf úr. Nézze ki, Mani. Hol? Nem látok semmit. A grófné. Megérkezett a felesége, gróf úr.
feleségem? Ugratnak ezek engem? Én vagyok Leo. Eljöttem utánad. Feleségem? Te mindig tréfálsz, Leo. Egy oroszlánnal téveszt össze, de jó? Önméltóságáikon biztos azért nem csokolják meg egymást, mert mi itt vagyunk. Dehogy, az minket nem zavar. Gyere csak elveszni. Nem értem, de jó. Kedvesem. Hát még én hogy örülök? A gróf úr nagyon jól érzi magát nálunk. Várakozáson felül jól érzem magam. Ez egy gróf mi? Tudom, a feleségem és nekem ne súgjál, tudom a szerepem. Hogy hívják magát, kedvesem? Olga vagyok. Én voltam bátor írni a gróf úrnak, mert nagyon szerettem volna látni. Nézd meg, ez az ember már megint eszik. Kapitány, maga készült erre az eljegyzésre? Egész nap készültem rá. Nem reggelizett és nem ebédelt, mi? Sokáig maradunk még, Leo? Előre láthatólag, Vivien. Akarsz uzsonnázni? Kapitány, nagyot még valami? Te nem tudod, ez az ember mennyit tud enni. És amellett nincs foga? A kapitánynak nagyon szép foga van. Akkor nem értem, hogy nyelte le egészbe a szendvicseket. Már olyan kicsik voltak, hogy nem akadtak a torkán. Egész nap együtt voltunk méltóságoddal, és még nem beszélt a Skager, aki eseményekről. Valóban. Most gyorsan hamarjában valami? Én előre megyek, Leo. De hogy mész? Ha az ütközetben ott tudtál lenni, most is tarts ki mellett. Na kérem, az úgy volt, hogy mi a feleségemmel a fedélzeten álltunk, és körülöttünk cirkált az egész ellenséges furuja. Flotta, nem? Nem, ez egy kisebb flotta volt, azért nevezik furuján. Én átkarolva álltam nőmmel a fedélzeten, leadtuk az első lövést. Teli találat volt. Levitte a kapitányt a hídról. Én akkor nőmet ölbe kaptam. Tán elég, ha a gróf úr csak mondja. Magának elég, különben is a feleségem. Mi örülünk, hogy a gróf úr ilyen fesztelen. És azt mondtam, ma vagy én halok, vagy engem ölnek. És így is lett. Az ellenséges kapitány átkiabált a hídról, hogy megadják magukat. Ekkor még egyszer megcsokoltuk egymást. És 30 hajót zsákmányoltunk teljes felszereléssel, lovakkal, ágyukkal. És ő nem sebesült meg? Dehogy nem. Lelőtték a fél szakállamat, azonban később visszaállt. De most már menni kéne. Hát, ha muszáj. Kedves báróné, kérem, terelj össze a vendégeket. Mondja, hogy gróf... Megmondom, hogy a gróf úr búcsúzni kíván. Mondja, hogy tószot fogok tartani. Fogom még látni, gróf úr. Minden bizonnyal, kedvesem. És írni is fog. Még holnap, Egyiptomból. Kedves báróné, igazán finom volt a kugló, bár átlátszó, mint a monokli. Kedves doktor Csinos. Szép. Maradjuk a Csinosnál, az is sem. És jelentem, hogy öröm lehet az öntudásától meghalni. Kapitány, kíván valamit? Ha viszont látja méltóságod a tengert, adj át üdvözletemet. Szeretem a kékeget, a kis halakat. Láttam az előbb, hogy 30 szardiniát adott. Na, kíván valamit? Egy autogramot. Teszek ide 3x-et és mondja, hogy én voltam. Így, hogy mondja, több nevem nincs. A Skager, aki győző. Azt már nem tudom leírni. Majd részletekben elküldöm, megy a vonatom. Öcsém, magáért tehetek valamit? Ha összejön a hadiminiszterrel, szólna egy kész szót az érdekemben. Persze, bár mostanában más kávéházba jár az öreg. Ez itt a vidéki kulisszarend vaskeresztje. Itt kell hordani, ha alul hordja, nevezheti haskeresztnek. Kedves látogatás marad ez nekem. Olga, kíván valamit? Csókoljon meg, gróf úr. Kedves társulat, igazán kellemes volt itt lennem. Remélem, jól éreztek engem, illetve velem magukat. Mindenki el. Hát elmész, Kristóf. Hát elmegyek, mit szólsz? És hová mész? Nyugdíjba. Felveszem az utcai ruhámat, civilizálom magam. Azért mégiscsak te voltál az én első igazi szerelmem, akit hűségesen szerettem. Csak egyszer csaltál meg Kecskeméten a honvéd tisztikarra. Adjuk a múltat! Arra gondoltam, ha Olga már teljesen meggyógyult, szépen lassan elmondhatnánk neki az igazat, és te elvennél feleségül. Azt hiszem, Olga hozzá tudna szokni a gondolathoz, hogy te vagy a férjem. Ő hozzá tudna szokni, én azonban nem. És kedves Tocsikám, ki játszaná Jászberényben a Lír királyt? Olyan volt ez a mai nap, mint egy igazi színház. Az ember egész nap játszik és nem kap gázsit. Isten veled, Kristóf! Becsomagoltassuk egy pár kemény tojást! Kemény tojást? Admirálisnak ilyet mondani? Rával? Csókod meg helyettem Olgát! És engem? Magadat is!
Köszönöm.